Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat. Én Volenszky Szonya vagyok, a képernyő túloldalán pedig Szentes Róbert. Szia, Robi! Örülök, hogy ismét látlak. A mai videóban a rákról fogunk beszélgetni, de nem a csillagjegyről és nem is az állatról, hanem a betegségről és a kórképről. És ennek két apropója is van, amiért úgy döntöttünk, hogy itt az ideje, hogy készítsek egy interjút veled, a rákkal kapcsolatosan, és ez pedig az, hogy egyrészt a jelenkor statisztikai adatai és az onkológusok beszámolói szerint most már minden harmadik embert érint élete során legalább egyszer a rákos elváltozásnak valamilyen formája. Ez egy nagyon rémisztő adat, többek között azért is, ugye, mert nincs olyan ember, akit így vagy akár közvetve, családtagon, baráton, rokonon keresztül ne érintene a vele járó fizikai és érzelmi megterhelés. Tehát nem csak az elmúlt évtizedekben, hanem különösen az elmúlt években kimutathatóan nagyon megnövekedett a rákos diagnózisoknak a száma, és ami még szomorúbb ebben, hogy meglepő módon ez különösen a fiatalabb korosztályokat érinti. Azt ugye azért tudni kell, hogy a rákos sejtek mindannyiunkban ott élnek, gondcsupán akkor van, amikor az immunrendszer nem tudja féken tartani ezeket a sejteket, és azok elkezdenek agresszív módon szaporodni, és átveszik az uralmat egy szerv vagy egy szervrendszer felett. Miért vált civilizációs betegséggé a rákról? Betudható-e pusztán az életmódnak, tehát helytelen táplálkozás, sok stressz, genetikai hajlam, vagy meghúzódik mögötte egy kollektív érzelmi trauma is, amely hajlamosít rá? Ez az egyik kérdésem, illetve a másik kérdésem az, hogy mennyi igazság van azokban az úgymond pletykákban vagy konteókban, amit most már szerintem mindannyian ismerünk, hogy ugye káros környezeti faktorként ki szokták emelni az időjárás befolyásoló rendszereket, az 5G-t, illetve azt az elképesztő mennyiségű elektroszmogot, ami körülvesz minket ugye a mobiltelefonokon, különösen az okostelefonokon keresztül, illetve a számítógépeken mindenen keresztül, és hogy ez is kiválthatja, illetve szintén most már azért nagyon sok mellékhatást jelentenek az elmúlt években beadott oltások után is, és hogy úgy tűnik, hogy azzal is valamilyen fajta összefüggés mutat. Ha te, mint szolár krisztusi tudatosság szintjén lévő, igazmondó ember, hogyan látod ezt, és mi a véleményed erre? Oké, szia! Szonya! Több interjúnk volt eddig együtt, és mondtam többször is, hogy nagyon sok síkon futnak dolgok. Van egy mikrotörténet, van egy mini történet, van egy történet, és van egy makro történet, és ebből van több ezer. És ez azért fontos, mert ami most a Földön ugye folyik, az egy ilyen teremtői kísérlet. És maga a rák, ahogy te is mondtad, az jelen van mindnyájunk szervezetében, a rákos sejtek. Ezek olyan, úgy lehet talán felfogni őket, mint ahogy beszéltünk az árnyakról, a sötét árnyakról, hogy az elemnek van egy negatív pólusa, van egy pozitív pólusa, tehát nincs áramkör, nincs mozgás, nincs teremtés, hogyha nem teljes a kép. Na most a rák az azért ilyen nagyon idézőjelben egy komoly dolog, mert az emberek nagyon keveset tudnak róla. Ez a legnagyobb baj. Alacsony a tudatosság az emberiségnek. Nem tudják, hogy mi okozza, és hogy hogyan lehet eltüntetni, vagy megszüntetni. Na most, ha ezt a két dolgot az ember már tudja, akkor már eleve nyeregben van, és nem fog megijedni semmitől, mert amitől mi félünk, az bennünk egy integrálatlan, egy gyógyulatlan rész. És az a lényeg, majd mindjárt kitérek a részletekre, hogy a magasabb tudatosság, azaz az integrált elme és egy magasabb tudatosság mindent meggyógyít. Egy magasabb tudatossági szinten nincsen probléma, nincsen egészségügyi probléma. Na most az a kihívás a Földön, hogy van egy háromdimenziós testünk. Ez a test, ez ismerős, ez vagy egy férfi test, vagy egy női test, és ennek vannak igényei, ezt hívjuk Szent Grálnak,
ez a belső szerveinkkel egy nagyon precíz antenna rendszert alkot és képez. Mindegyik szervünk, mint egy mini adóvevő, ebbe benne van az agy, ebbe benne van a szív, ezek a teremtővel és a forrás, az az univerzummal kapcsolatban vannak másodpercre, másodpercre, és idomul és irányítja a teremtést. És az emberek erről nagyon keveset tudtak. A rák azért van, mert valamilyen szinten az énük egy traumába vagy egy konfliktusba úgy döntött, hogy ő ellene megy a közösség érdekének. Tehát levált. Minden leválás egy szeparáció. Nagyon sok szeparáció van bennünk, és ez mind az elmei síkon fut, és ezt próbáljuk a fizikai síkon felülírni és magyarázni. Mondok valamit. A legnagyobb problémája az embereknek, hogy istentelenek. Ez azt jelenti, hogy a forrást elutasították még millió inkarnációval ezelőtt. Erről beszéltünk veled az elhagyatottsági traumába, hogy mi úgy érezzük, hogy minket elhagytak, de mi hagytuk el az Isten? Mi mondtuk neki ezt? A Gáborra való interjúban is mondtam, hogy játszottuk az Istent, és pofán röhögtük. Tehát ez az emberi arrogancia. És ez a tudatlanság miatt van. A másik nagyon fontos dolog, amit tudni, hogy mi hagytuk el a teremtőt. Mi hagytuk el a forrást. Most ez nem egy vallásos koncepció, hanem itt van. Legtöbb ember, mikor arról beszél, hogy bőség, akkor magán kívül néz. Ott a bőség. Hát miért nem benned van? Azért nincs bennünk az emberben, mert még integrálatlanok vagyunk, és el van utasítva. És ezek a független, elutasított, teremtő, forrástalan, eszköztelen, istentelen viselkedéseket kompenzálja az ember, hogy templomba jár. Attól még az ember elméjébe ugyanúgy, tudod, mérges és dühös a világra. Az egy félelem kompenzáció. A rák ebből keletkezik, hogy levált az ember, ezt tudják, hogy a függetlenség árnya, ez egy tőárnyuk. A függetlenség onnan jön, az a gyors pszichológia magyarázata, hogy megsérült az érzelme világunk. Most kinek nem? Ezen a földön nem lehet úgy élni, hogy valakit vagy meg ne bántsunk, hogy valaki ne bántson minket, hogy ne legyen konfliktus, vagy ne legyen súrlabás. Tehát ez egy alap, viszont egy bizonyos szint felett már nem tudjuk ezt kezelni, és az ember azt mondja, hogy ebből elég. Nem tudok már több sebet elviselni, több bántást, és akkor ez a sérült nő átmegy egy férfi energiába, amit úgy hívnak, hogy függetlenség. A fizikai síkon ez ugyanúgy meg, hogy a nő elkezdi a nadrágot hordani, és ugye két udás nem fér meg egy csárdába, akkor meg a férfi azt mondja, hogy jó, hát ha te játszod ezt a szerepet, akkor én játszok egy ellenpólus szerepet, és ez megint egy hatalmas kapcsolatbeli problémához vezet. És ez a függetlenség, ez a sejtszinten megtörténik, leválik, és elkezd olyan dolgokat csinálni, hogy az árral szembe megy. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Hát mindjárt mentünk az árral szembe. Minden értelmes, talpra esett erős embernek van egy lázadó aspektusa, és ebben van jó, és van eszméletlen veszélyes rész. Jó, hát ez az egyik része, hogy le egy traumában elegünk volt, érthető, én nem a logikát akarom kihívni, csak mondom, hogy ez a háttértörténet. Tehát jó, értem, akkor bocsánat, hogyha meg akarjuk előzni a rákot, vagy adott esetben, amikor már gyógyítani akarjuk, az egyik, vagy az első lépés például az, hogy ezt az árnyékunkat integráljuk, tehát a függetlenség árnyékát. Nem olyan könnyű, mert azt ismerni kell, minél lejjebb van egy árnyék, és ez egy tőárnyék, annál több felette lévő réteget befolyásol, tehát először kell a felette lévő rétegeket is gyógyítani. Ezt mondom, nem lehet nulláról százba fölmenni, ahhoz idő kell, ehhez kell ezek a precíz lépések. És a másik nagyon, hogy milyen fontos említeni való így a rákban, hogy van egy olyan aspektusunk, hogy elnyomunk dolgokat magunkban, és ezek a kifejezetlen részeink, ezek okozzák a rákot. Ezek az eltitkolt, elnyomott, már gennyeződő, dühös, agresszív alvilágunk ez igazán, amihez vezet ez a szeparáció, és utána nem értjük, hogy mi folyik itt.
Ha le akarom fordítani az egészet egyszerűen az elme nyelvezetére, akkor minden traumákból jön. Én azért is mondom, trauma, trauma, trauma. Fáj a hajad? Trauma. Nem megy a pénz? Teremtés? Trauma. És nagyon kell ismerni, tudod, erről már direkt örülök, hogy csináltuk veled ezt, hogy ez egy több tízezer lépéses processz. Nem kell a tízezer lépést rögtön elsajátítani, hanem fókuszáljunk arra, ami éppen adott, amit éppen dob nekünk az univerzum. Nagyon sokan szeretnek megijedni a számtól, sokkal több van, mint 10 000, de fókuszáljunk arra, ami éppen feltárult, ami előttünk van. Most akkor vegyük például a rákot. A rák, ahogy te is mondtad, az bennünk van, és semmi baj nincs vele. Az a bajunk, hogy az immunrendszerünk gyenge. Az immunrendszer viszont egy most megint angolok a direct correlation, hogy direkt összefügg, direkt összefüggésben van azzal, hogy milyen egészségesek és integráltunk vagyunk az elmében. Itt egy gyakorlati példa. Amikor minket trauma ért, és mindenkit ért, több tízezer trauma, nem ebben az életben, hanem az ős történetekben, a háborúkban, a bántásokban, akkor a bunkerekben, nekem is nagyon sok olyan oldást kellett csinálnom, hogy ilyen háborús bunkerek, voltam, és hallottam a szirénát, a bombariadót, meg ez mind, ami biztonságérzetünket, veszélyezteti, és mondja kétségbe, és akkor ez alatt, mert ez elég egy ilyen áldozati energia még, és az alatt van ez a réteg, amit a tudattalanban van, hogy nem vagyunk annyira édesek, aranyosak és szende szűzek, mint ahogy mi hisszük. Lent mi itt tombolunk, örjöngünk, dühöngünk, és jogos. Ez a lényeg, jogos, értem. Persze, hogy dühög. De ez okoz rákot. Ez okoz kapcsolatbeli problémát. Ez okoz a pénzteremtési problémát. Ez okoz mindent. Ez a dühöngő alsó részünk, ami az elmének a 90%-a, ez az ördög. És az ember nem hiszi el, hogy tel van ilyen rossz programokkal. És az történik a traumákban. Sokkal több minden történik, mint amire emlékszünk. Amire mi emlékszünk, az az 1% az 1%-ának. Alatta olyan ilyen tomboló alvilág keletkezik, hogy mi átmegyünk támadóba. Elfegyverkezünk, és csőre töltve visszük a fegyvert, kinek mi van, akinek egy puska van, akinek a nyíl van, akinek a kés. Tehát tele vagyunk ilyen tudattalan, gyilkos, támadó, kész a támadásra típusú szereppel, vagy ezekkel az alsó energiákkal. Semmi gond, nem ez a gond. Az a gond, hogy ezek integrálatlanok. Mikor mi integráltak vagyunk, az történik, hogy ugyanúgy lehet csőre töltve a puska, de már te nem azon agonizálsz meg arról, vagy azt álmodozunk meg köröző gondolatok éjjel, hogy ja Isten, mi lesz, ha megtámad, hanem tudod, nagyon jól, ha megtámad, tuff, és már mész és csinálod a dolgodat, és az immunrendszer ugyanígy működik. Amíg mi próbáljuk azt külső támadástól védeni magunkat, addig az immunrendszerünk szenved. A támadás belülről jön. Jézus is mondta, az ellenség házon belül van, a házban van, a mi házunkban, azaz a mi elménk, a kitakarítatlan traumavilág. És amikor az ember tudja ezt az eltitkolt, elnyomott világot, mindenkiben ott van, van, aki inkább ilyen expresszív, tehát kifejező, van, aki meg szapresszív, tehát elnyom, mindenki egy kicsit más. Én is eléggé szapresszív voltam, elnyom, utána meg kitört belőlem az őrült. Az arányok mások is. Azért minél jobban elnyomunk valamit, annál inkább bántjuk magunkat. Ez az árnyvilág, ez egy kompenzáció. Például a depresszió is egy magunk ellen fordított agresszió. Tudod, akkor az ego beeteti nekünk ebbe a pilóta kekszes sárga mezőbe, hogy jaj, te szegény, hát úgysem, mi? Te vagy az őrjöngő vadállat, és ezt mondom a kuncsapjainak, hogy ha ezt kiemeled, ezt az első ilyen dohos hajót az óceán mér, és elkezded tisztogatni, meggyógyulsz. És az is egy nagy baj volt eddig, hogy mindig a fizikai síkot próbáltuk ütlegelni, ami egy végeredménye a mi mentális síkunknak. Tehát ez olyan, hogy 1 plusz 2 plusz 3, úgyhogy ez egyenlő 6-tal, és azt mondja, ez nekem nem tetszik, akkor a 6-ot kitörlöm, és 8-at írok. Nem így működik.
adj ehhez a részhez, az a mentális, az a tudatalan, az elmédet takaríts ki, és megváltozik a végeredmény. Oké? Okay? Oké, igen. Többször elejtetted azt a mondatot már korábban videóidban, hogy a rák az egyik legkönnyebben gyógyítható betegség. Most az ilyen rozsdaros kérdés lett. És tudom, meg nyilván, tehát, hogy a hivatalos orvostudomány ugye abszolút nem így tart, épp ellenkezőleg, és nem csak ők, hanem ugye kifelé is ez van kommunikálva, és én azt mondom, hogy mindenkinek ezért a fejében, hogy úristen, a rák a legeslegborzasztóbb, mert azt túlélni, az tényleg egynek sikerül a százból. És nyilvánvalóan az onkopszichológusok is teljesen ki tudnak égni, mert hogy nem nagyon tudnak segíteni, tehát nem nagyon tudják a lelki okokat jól oldani. Tisztelet a kivételnek természetesen. Igazából azt szeretném, tehát a kérdésem lényeg az az, hogy ezt az álláspontodat kérlek, védd meg, mert hogy ugye erre nyilván egy orvos kingatán fejét, hogy ennyi bejnye, miket mond ez a Robi, már pedig a rák az nem gyógyítható könnyen, hanem borzasztóan nehezen, meg egyáltalában nem gyógyítható sok esetben, hogy akkor, amikor ezt mondod, vagy ezt gondolod, akkor mit akarsz nekünk ezzel sugallni, vagy mondani, vagy miért a rák az, ami a legkönnyebben gyógyítható, miben más, ő mondjuk más traumák által okozott betegségeknél, vagy diszfunkcionális problémáknál, vagy megnyilvánulásoknál. Okay. Jó, töltött a kérdés, és ugye mondtad, hogy védjem meg magamat. Eleve a fénynek nem kell megvédeni magát a sötétségtől, tehát ez egy alap. Aki tud valamit, az tudja. Tehát én, tudod, aki nem tudja, és ez a baj, a probléma a világban, hogy tudattalanok az emberek. A te szabadra jövő ostobák. És ennek vége. És tényleg így van. Na, az a lényeg, hogy maga az orvostudomány az egy nagyon-nagyon tiszteletre méltó, de egy eszméletlen elmaradott 50 millió évvel hátrébb van, mint azt ők hiszik. Ezt a számot nem én találtam ki. 66 igazán millió éve vannak elmaradva, csak egy kicsit próbáltam enyhében fogalmazni, most már az se. Az se kell körültáncolni. Az a lényeg, hogy egy orvos lehet, hogy jó szándékkal kezdett, de az egy gyógyulatlan gyilkos. Emlékszel még a traumálódásunkban? Semmi gond. Ezek energiák, és ezek lépcsőfokok, és mindenkinek meg kell élni. Aki nem élte meg, az ne povedáljon. És mindig a sötétség povedál, mindig próbálja a fényt, tudod meg. Ezt úgy hívják a spirituális pszichológiában, hogy authority conflict, tehát hatalmi harcok. Ez a bukott angyal, a Lucifer próbálja az Istent, téged kihatalmazott fel arra, hogy te Isten legyél. Honnan tudod, amit tudsz? Hát azért, mert megtanultam, kis csillag. Tudod? Na ez a lényeg, hogy nagyon-nagyon alacsony tudatossági szinten van az ember, és az embereket csak azzal lehet riogatni, amiről ők nem tudnak. Ez persze megint egy cél volt. Most képzeld el, mindenki egészséges. Miből fog az orvostudomány pénzt keresni? Ez egy biznisz. És amíg az ember ezt nem látja, és nem hajlandó a belső munkán keresztül kitakarítani a kókuszdiót, addig aktívan, tudatlanul részt vesz ebben a gusztustalan energiával. Beadja a derekát az ördögnek. Ennyire egyszerű. Jó? És amikor az ember elkezd gyógyulni, mert minden visszavezethető egy érzelmi okra, akkor nagyon gyorsan, hogy válaszolok a másik kérdésedre, hogy a rák miért nincs, mert még csak nincs csonttörés. Nem kellett műtét. Nem kell műtét. Ezt úgy hívják, hogy soft tissue. Nem tudom, mi az magyarul. Ez meggyógyul egy-két nap alatt, hogyha a kókuszdió ki van ürítve. Az regenerálódik a test nagyon gyorsan. És amikor egy orvos belekontárkodik egy testbe, az egész spirituális, azaz az isteni konstrukció meg van átkozva. A Szent Grál, a testünk az tökéletesen össze van rakva, és minden, amikor hozzányúlunk bántóan szavakba, tetováláson keresztül, meg szikével, minden az egy Isten káromlás. És vissza az előző kijelentésem, az istentelen, istengyűlölő, forrásgyűlölők vagyunk, és ezek voltunk, és ennek van vége.
És aki ezt nem hajlandó bevállalni és kitakarítani, az ki lesz törölve. Jó? Na, itt egy kis palacsintasütővel, egy fonákos pofon. Viszont kell az ébresztő. Nem lehet ilyen bután viselkedni, meg gondolkodni. Erre mondtam, hogy tunya, hanyag gondolkodásúak volt. Mm-hmm. Jó? Jó. Én annak idején úgy tanultam, volt egy mentorom, aki így tanította, hogy egy több testünk van. Fizikai testünk az a tulajdonképpen a legalacsonyabb szint, talán tudok így fogalmazni, az a látható. Tehát amikor probléma történik a fizikai testnél, most a betegségről beszélünk, akkor az a felső testjeinkben, tehát érzelmi test, mentális test, asztrális test már sokkal előbb megjelenik. Tehát az utolsóként a fizikai testünkben jelenik meg. És ugye valóban gyógyítani a magasabb szintű testeinkben kell elkezdeni, tehát ugye elmei szinten, mentális szinten, lelki szinten, érzelmi szinten nevezzük, ahogy akarjuk, és hogyha ott megtörténik a gyógyulás, akkor a fizikai világban akár gyógyszer, vagy műtét, vagy bármilyen formában meg tud nyilvánulni az ezzel gyakorlatilag analógiában lévő gyógyulás. Tehát, hogy a fizikai világban is kell gyógyítani és rásegíteni, vagy megoldani dolgokat, vagyis, hogy ez nem ördögtől való, hogyha természetesen az érzelmi vagy a mentális síkokon a gyógyulás vagy a gyógyítás már megtörtént. Erről mit gondolsz? Ez így van. Ezért van homeopátia, ezért van jó étkezési rend, ezért van legegyszerűbb citromos víz, ami ugye segít lugosítani és semlegesíteni az agresszív, azaz a savas részeinket, de ettől a mentális síkon lévő traumák nem oldódnak fel. Ez egy hatalmas tévhit volt az embereknek, hogy azt hitték, hogy diétával, meg ízét cicanadrággal majd ők rendbe rakják a kókuszdiót. Nem. Egy részét tudod rendbe lehet rakni, 1%-át. Az 1%-nak többiért a felelőtlenséget, amit több millió évet csinálunk, az meg mentálisan, belső munkával lehet csak feloldani. Mindenre szükség van. Ez ugyan, mint a bal láb, nem lehet a jobb láb nélkül. Nem megy a test, nem halad előre. Kell minden, de viszont nagyon sok olyan hiányosság volt az embereknek a tudatában, amit most én adok át, hogy figyelj, minden erről a síkról jött, igen, annak van egy olyan képződménye, a szövődménye, azt is intelligensen át kell tekinteni, de ennek az oldás nélkül abszolút nincs kiút. És újra, és újra, és újra teremtjük a nem kívánatost. Tehát kell az, de nem persze, nem a szike, meg nem ezek a... Ezek barbár megoldások. Barbár. Az ember barbár belül, barbár a gondolkodása, barbár a megközelítésem, és mindig erre mondtam, hogy olyan finom energiákon múlik a világ és az élet minősége, hogy azt meg kell tanulni. És nem tudjuk ezeket a finom energiákat megérteni, ami komoly, precíz, metodikus belső oldással nem oldjuk fel ezt a traumákat, és utána látjuk, hogy Atya Isten van, egy olyan komplex világ, ami irányítja az egész teremtést, és ezt hívom teremtői logikának. Uh-huh. Nincs kiút, az ember tényleg vagy felébred, vagy tudod, megy. Van egyébként hajlamosító, lelki tényező, vagy pszichés alkat, vagy viselkedésforma, ami hajlamosít mondjuk a rákra, csak azért kérdezem zárójelben, mert mondjuk egy pszichoszomatikáról tanultam, akkor volt például arról szó, és nem tudom, hogy ez igaz-e, de hogy például az egoisztikus, narcisztikus alkatú emberek hajlamosabbak arra, hogy mondjuk rák legyen náluk, mert valahogy maga ennek a narcisztikusnak, ugye ez a szegény én része tud valahogy így korrelálni, vagy analógiában lenni a rákos tumoroknak ezzel az agresszív hatalmat átvevő megnyilvánulásával. Nagyon sok síkon fut meg, én mondok egy ötlet, hogy mennyire fontos a belső munka. Amikor az ember érti ennek a struktúrát, és én 13 plusz évig tanultam a helytetően a Jediktől, azért mondom, hogy annyira profi és mély, hogy az ember ezt megfelfogja, hogy kicsit alázatosabban ki tudjon nyitni a fülét, és akkor kezdünk gyógyulni. Muszáj kell az alázatosság. A régi Matrix ember az arrogáns volt. Oké, tehát ez volt narcisztikus, arrogáns, bla bla bla, mindenki izé rázta az öklét. Na az a lényeg, hogy ha alázatosak tudunk lenni, a rák lehetővé teszi azt, hogy a probléma mentális síkára rátekintsünk. Akár egy narcisztikus, akár egy ne is adjunk neki címkét, az azért van, mert ez az ember valamitől függ. Van egy mentális függősége, és ez a függőség, ez a szenvedés. Az ember szeret szenvedni. Ez egy ego program.
ez a pilóta kekszenek ez a sárga része. És azért mondom, hogy az, amíg az ember nem hajlandó rálátni, hogy szenvedés, mi választjuk tudatosan, utána ugye belesik a kígyóverembe, és utána át kell menni mentorokkal profin, nincs kiút. És ez a szenvedés, ez a mentális függőség, mert tudod, van ez, nem tudom, hogy mondják magyarul, hogy, hogy misery loves company. Tehát a szenvedés meg a mizéria szereti a társaságot. És az ember annyira fél az egyedüllétől, hogy inkább szenved, hogy társasága legyen, és ezek az a paraszimpatikus dolgok, egymás betegé tesszük a mi fel nem oldott traumákkal és a szenvedésre való hajlamunk és a készítésük. És ezt az, meg akartam még mondani valamit, hogy mindegy, most hagyjuk, mert eszembe fog jutni, túl sokat akarok mondani, csak egy számban is, és most ennyi elég. Okay. Ja, hogy jó, oké. Okay. Hogyha egy nagy halmazként kellene megjelölnöd, mit mondanál, mi az általános trauma, vagy diszfunkcionális elmei program a ráknak? Persze, ha van ilyen. Most igazából arra kérdezek rá, hogy a praxisodban mikkel találkoztál? Tehát mi az, amit ki tudnál emelni, hogy például szexuális traumák, ugye szokott sokszor előjön, és rémlik is valahol, hogy a női rákoknál, vagy a mellrákoknál valami is mi van a háttérben. Tehát, hogy érted, mi a kérdésem, hogy egy icike-picikét valamilyen irány tudjál nekünk mutatni, hogy milyen jellegű traumákat keressünk a rák mögött. Talán a négy legdominánsabb az az elhagyatottsági trauma, akkor ott a szexuális trauma, akkor ott a fizikai bántalmazás, és akkor ott van, hát a szívtörés traumája most nagyon, nagyon domináns manapság, de a legdurvább, akár hiszed, akár nem, az az elhagyatottsági, fizikai és a szexuális. És nem tudom én. Amikor egy nőt megvan a maga gyönyörű formája, a keblei, a szervei, minden, mikor egy szexuális trauma éri ezt a nőt, az ő nőiességének legalábbis az ő mentális síkján vége. Annyi. Ezt ő hiszi így, tehát ez az ő saját hiedelme. Tehát nagyon csúnya dolgok folytak itt a Földön, és nagyon sok bántásért mindenkit. És amikor az a nő azt mondja, az ő nőiessége, mert a kebel, ugye mindig az a bőség, az a nőiesség, az a bájosság, az a kecsesség, az igazi, gyönyörű gömbölyded, mert az azt szimbolizálja, hogy ő egy nő és egy eszméletlen erős teremtő erő. Amikor ez meg van sérülve, az erő nincs ott, nincs a teremtés ott, már a nőnek sérzi magát, és lemond a nőiességről, és elkezd ugye a szimbóluma, azaz a melle rákosodni. De miért? Azért, mert ahogy említettem a beszélgetésünk elején, leválik az a női része, aki szeret nő lenni. Aki büszke arra, hogy nő, aki bevállalja, hogy nő lehessen, aki élvezi a női testét. Megsérül a női aspektus, azt mondja, tudod mit? Eddig ez így nem működik, nem akarok nő. A nő elutasítja a nőt. És jó, tehát a logikáit mutatom, amit tudod, most már... Ha ezt az ember látja, lehet, hogy nem esik jól, lehet, hogy újra meg kell hallgatni, de így működik. És a nő azt mondja, hát ez akkor nőnek lenni szar, nőnek lenni nem jó, veszélyes, nem, csak olyan döntéseket hoz, hogy átrakja magát egy kvantum időség sorot, ahol nem lehet nő. Ha ő nem nő, akkor a női áram ellen megy, amikor az árammal szenvedjük, akkor rákot teremt az elme. És így szeparálja magát attól a testrészétől, ami a nőiességét fejezi ki. Igen, mert nem büszke rá, mert tudod, az a baj, hogy az ember gyűlöli magát. Az ember Isten gyűlölő, utálja a testét, utálja a férfit, utálja a nőt, ezt nem hiszi, mert tudod, a jóga, ez nem jött elő, de gyűlölködik. Gyűlöli a támadót, mindenki gyűlöli, az Istent is gyűlöli. És ezt kell megoldani. És azért gyűlölködik az ember, mert úgy érzi, hogy verességet szenvedett. Ez megint a bukott angyal pszichológiája. És mondok egy-két példát. Tehát volt Németországban, 2019-ben töltöttünk 3 hónapot, és dolgoztam doktori szintű terapeutákkal, egyikkel is jött hozzám, mint egy kuncsa, dolgoztam férfiakkal is, prostatarák, meg mellrák volt ennek a pszichológus hölgynek,
Nagyon meglepő volt, hogy milyen alázatos volt a doktor, pszichológus nő. Tényleg, ha az van, van megoldás. Ha arrogancia van, nincs az, nincs megoldás. Na, és az történt, hogy őt is megerőszakolták. Tizenvalahány évesen. Most nem mindig úgy van, ahogy arra mi emlékszünk, de az a lényeg, hogy én soha nem szeretem a sztorit, meg a kihívást, kihívni a történetet, hanem azt mondom, figyelj, ennek az energiát kell meggyógyítani, nem a történetet. És nagyon alázatos volt. Azt hiszem, háromszor találkoztam vele egy órás üléseken, és én mindig szeretek, hát ugye tanár vagyok, az a vénám, és elmagyaráztam, hogy itt ez történt. Itt ez történt, itt ez, ez meg láthatatlanok az elmében, erre ez a technika kell, erre ez, és meggyógyul. Tehát a bántott nő, a nőiességétől megfosztott nő, ezek már árnyelvezetek, ezt te is felismered. Ha ezt az ember elkezdi gyógyítani, és a szexuális trauma alatti, megoldatlan, legtöbb ember számára ismeretlen rétegeket, meggyógyul a test, mert nincs más választása. De az önutálatot, ezt az öngyűlöletet, ezt el kell engedni. És ezeket csak integrációs technikákkal lehet. Volt egy idősebb úriember Németországban is, ez most már jó 4 év, több mint 4 évvel, 4,5 évvel talán, hogy akkor kezdtem igazán így segíteni rákos betegeknek, mert addig csináltam a traumát, de én inkább szemináriumokat tanítottam, és inkább a tanítás volt a fókusz, mint a magánkliensek. Most annyira rossz állapotban az emberiség az emelkedés miatt, meg hogy jönnek ezek az új energiák, meg ugye belekerültünk a fotonövben, és nem sokára jön napvillanás, hogy az ember azt mondja, hogy kell a segítség. Ez jó, mert én szeretem az embereket, csak a régi buta mátrixos áldozat mintával ki kell szállni. Ennek az úriembernek az volt a fantasztikus élmény nekem, hogy egy egyszerű ember volt. Alázatos volt. Egy paraszt gazda volt, aki mit tudom én hány száz hektárja volt. És az történt vele, képzeld, hogy milyen érdekesen működik az elménk, hogy az apukája megszégyenítette. Van ilyen. Tudod, nagyon sokakunk szégyenítettek meg. Ez az egyik, az ötödik ősi sebből, hogy tökéletesen csinálom, és akkor nem is tudjuk, hogy ez van. Megszégyenítette. És az a lényeg, hogy majdnem mindenki a sztóriba, a történetbe próbál belemenni. Mesélj még, mi mondod. Tudod, mi okozza a prostata rákot? Az, hogy az a férfi az úgy döntött, hogy ő haszontalan. A haszontalan rák, a haszontalanságnak az árnya. Ezt milyen gyorsan lehet megoldani? 15 perc alatt. Persze akkor kell még a szeretet, meg tudod, azért csináltam ezt a nagy technikát, hogy legyen inkább 2 vagy 3 óra, de meg lehet gyógyítani egy évtizedes, és neki már negyedik stádiumban volt, nem tudom, hogy így mondják, hogy a stage 4, az volt. Igen. Tehát olyan egyszerű, ha tudjuk a logikát. A logika pedig a férfi energia, de az a nő, aki gyűlöli a férfit, nem hajlandó logikusan gondolkodni. Elutasítja a férfit, ugye persze, és akkor elutasítja a nőt, és két világ között megreked. Én is eszmetlen brutális vagyok most már egy magánkliensemmel, mert nincs idő. És mond neki, édes, aranyos vagy, jó fej vagy, cuki vagy, minden, fényárnyék, de dühöngsz lent. Old fel a dühödet, és minden jó lesz. És akkor mondja, hogy hát már 20 éve dolga, akkor most megmutatom a következő 10 000 réteget. Azt mondja, hogy nem is tudtam, milyen dühös vagyok. Na látod? Ezt kell meggyógyítani, a dühöngő alsó énünket. És ez azért nagyon fontos, mert 12 dimenzióban létezünk. Mind a magasabb dimenziók marha jól el vannak. Fény, tudnak, tudatosság, mind, ott nincs betegség. Viszont az lelsőbb, az alsóbb dimenzióink, a testet beleértve, meg tele van olyan lerakódásokkal, amit úgy hívunk, hogy elme. Nem tud a fény integrálódni bennünk, hogyha ez a konténer tele van iszapos, meg maszatos vízzel. Azért kell kiüríteni, ezt mondja, üríts ki az elmédet, engedd el a sok cucc, és akkor bejöhet a fény. Jó? És akkor van még egy olyan is például, ez nagyon érdekes, ez most nagyon-nagyon aktuális ma, hogy bőrrák. Fél az ember bőrrák. Persze azért fél, mert nem tudja. Ez nem kell haragudni ezekre az emberekre. Soha senki nem magyaráz el intelligensen az embereknek, hogy egy eszméleten erős lény vagy, viszont minden erődet a rossz, buta elmei programok ellen, magad ellen használod.
Jó, ez egy saller, utána az ember leül, utána a dühön, tudod, leüblít egy pohár, vagy egy mit tudom én, egy palack borral, és utána megfél, és önmunkát végez, és minden jó lesz. Aki bőrráktól fél, az is nagyon érdekes dolog, az egy önvédelmi folyamat, és az onnan jön, hogy annó meggyógyulatlan áldozatai voltunk a traumának. Ebbe lehet az Atlantis, ebbe lehet gyerekkori trauma, ebbe benne az összes ősi bántás, a veszteségek, a háborúk, ez mindenki ott rezzeg. És az történik, hogy ez az áldozat, ez nem olyan édes, meg aranyos, meg szerencsétlen, mint hogy a pilótakex sárga mezejébe betettem, ez dühöng. Dühöng. Játssza az eszét, meg ő a ízés, utána azt mondja, mert nem bírom a dühöngést. Nem bírom, ez a gyilkos énje már őt öli, elnyomja, és átmegy jó akaratúba. Ó, én jót akarok. Én Afrikába járok, én etetem, tudod, az éhezőket. És akkor tudod, és erről szó, és erről írna a könyvet. És az történik, hogy ez a dühöngő áldozat, ez ott van, ez az energia ugyanúgy ott van ebben a jó indulatban, és ebből jön az úgynevezett savior. Ezek mind ősi szerepek, úgyhogy hogy archetipusok. A megmentő. Hát én súlyt szeretnék segíteni. Hát szükség van az embereknek a segítség. Persze, hogy szükség van, de nekik kell követelni és felelősséget válni magukért, különben nem fogják túlélni, ami most jön. És nem a megmentőnek kell, ez egy szükséges lépcsőfok amúgy, mert én is ez voltam. Jaj, de majd én segítek. Na gyere, meg lehet oldani. És akkor szivat a másik. Mert ez egy tolakodó energia. Hadd mentselek meg, ne mentsék meg, ments meg magad, én meg tudom mutatni, hogy tudod magad megmenteni. Ez a felelőtlen mentális tunyaság, ami az emberekre jellemző volt, ezért az ötödik civilizációnak a szétesésének még a szemtanúi. Ennek vége, örökre. Vége, örökre, mindörökre, tök jó. És az a lényeg, hogy meg kell gyógyítani a megmentőt, ezt a fals, hamis jóakarat, ami a jóakaratúságunkat, ami egy kompenzációnak a dühöngő áldozatnak, és tudom, mi fog történni, ez meggyógyítod? Eltűnik a rák az ember szervezetéből. Ez a bőrrák. Jaj, mi történt velem? Hát, de én segítek, én ezt csinálom, én főzök az egész falunak, ne főzzél, gyógyíts meg magad, és akkor ebből jön majd a megmentő. Tehát én olyan jó ember vagyok. Igen? Biztos? Mindenkit elátkoztál, mindenkit gyűlölsz, magadat beleértve. Nagyon fontos a precíz önmunka, és nagyon fontos az őszinteség, ami eddig folyt, ezen a földön az gyalázat. Gyalázat. Jó? Remélem, ez segít. Abszolút, igen. Köszönjük. Játsszuk a következőt. Felsorolnék most akkor egymás után néhány rák típust, ugye elhelyezkedés vagy szerv szerint, hogy éppen melyik szervet vagy szervezet írni, és arra kérnélek, hogy tényleg csak egy-két mondatban mondd el, hogy mi ezeknél a rák típusoknál ugye a kulcskifejezés, amivel foglalkozni kell, mi az az irány, amiben indulni kell, hol kell keresni a traumát, a problémát, csak azért, hogy az érintetteknek tudjunk egy kicsit így segíteni egészen konkrétan, ugye, mert minden szervszerrendszer szimbolizál valamit. Csak az első, hát a merrák most akkor a végés lényegében beszéltünk. Agydaganat. Oké. Tehát eleve az ember úgy van tervezve, hogy ne gondolkodjon, azaz másképp gondolkodjon, és a mátrixi világban az történt, hogy tanulj, fiam, a tudás hatalom. Nem a tudás hatalom, a bölcsesség hatalom, a bölcsesség meg az integrált elme. Oké, telerakták a búránkat olyan fölösleges információkkal, hogy marra büszkék vagyunk, fényárnyék, tanult, büszke, jobb, ember, és alul meg tök üres kong, és tele mindenféle sötétséggel. Az a lényeg, hogy az agydaganat attól van, hogy a szívünk össze van törve. Itt a szívtörés traumája. Az agy kompenzált egy törött szívre, mert ez kéne, hogy legyen az antennánk, átvette a búra az agy a fejlődés, és belerokkan. Nem arra van. Az agyunk, ez egy adóvevő, amivel kommunikálunk az univerzummal, ő az elmei programoknak az összességét adja és veszi. Ezért tudunk telepatikusak lenni, mert szerveink adóvevők, és érezzük a másik energiát, másik gondolatát. Tehát az agy daganat, az például egy túlkompenzált, törött szív, az a szívtörés traumája. Ebben benne van akkor a csomó bántás, a szívtelenség árnyéka, a félelmünk, a támadása. Tehát ez egy kicsit komplexebb, de azt mondom, minden problémának az első megadás, hogy oldjuk fel a traumákat. Jó? Következő. A női szaporító szervek rákja, tehát petefészek, daganat, mély daganat.
Ez egy kicsit összetettebb. Ez Zsinatrál. egy kicsit összetettebb. Tehát az mi, hogy a angolul ovaries. Ovary, ez a petefészek? Ezek a Vagy... petél. Aha, Oké, igen. okay, oké, okay, tehát az ovary. Az ovarian cancer, tehát ez a petefészek rák, ez onnan van, hogy a gyereket, a kislány molesztálták. A molesztáció volt, tehát nem semmi penetráció, meg semmi külön, tehát durvább dolog volt, elég durva épp ez. Ez lehet, hogy nem vele történt meg minden, lehet, hogy ősidőkből már ott van, amit úgy nevezünk, hogy hajlam. A hajlam szín annyit jelent, hogy gyógyulatlan, megoldatlan trauma. Ennyi. Jó? Na és akkor van egy olyan aspektus is ennek, hogy nehogy Isten, van egy úgynevezett szakítás. Oké, okay, van egy szakítás, és akkor ez egy fájdalmas dolog, eszmetlen töltött, mert az 14. traumatikus, a válás, szakítás. Nagyon töltött, mindenki. És akkor például a nő, aki ott hagy a barátja, nem is kell, hogy házasság legyen, csak a barátjával szakít, és akkor elkezd agyalni. Megint az agyalás, az a törött szívnek egy kompenzációja. És azt mondja, hogy hát ez nem teremtői valami, amúgy se hiszek a teremtőbe, az egész Isten, az istentelenség, ez egy ego támadás a teremtő felé, amin keresztül minket megtámad. És akkor azt mondja, hogy fú, hát akkor nem kellek, akkor előjön az elhagyatottsági trauma. Akkor elhagytak, cserbe hagytak, jön a csomó más megoldatlan dolog. Hát én a szívemet kiöntöttem, nem tudod kiönteni a szívet, ha integrált vagy. Mert fölül jön a forrás, mert az energia, és nem elemek vagyunk, hanem egy energiakábel. És akkor ezen őnek, ennek például petefészek rákja is lehet, mert annyira agyal és annyira elutasítva érzi magát, elhagyatottsági tráma, elutasítás az mindig a szívtörés. Mindig, ha elutasítva érezzük magunkat, még akkor is, ha ilyen pici, az a szívtörés traumájának a jele. És akkor ez kombinált a cserbenhagyással, az árulással, stb. És akkor bum, megjelenik a testben ez a piros lámpa, nem is sárga műszer, hanem piros, ding, 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 ébredj, ébredj, kedves, mert itt nagyon-nagyon rossz programok futnak. Jó? Tehát az egyik, hogy jöhet a gyerekkori molesztációból, őstörténetekből, és egy túl agyalós, nem kellünk, nem tetszünk, önutáló, ez az önutáló program, tudod, hogy jaj, mi lesz velem, tudod, akkor az az SMB, ez a szexuális market értékünk, ez lemegy, mi lesz velem, vagy tudod, stb. Stb. Az egész ember az olyan rossz programok szerint fut, hogy az katasztrófa. Katasztrófa. De mindig mondom, mindenre van megoldás, csak nem lehet ebben a lagymatag, lábujjhegyen járó világba tovább izélni, evickélni, mert sehova nem jutottunk. Jó? Jó. Mi a helyzet a tüdőráknál? És ugye csak zárójelben hozzá megjegyzem, hogy a tüdőrákosoknak a fele soha életében nem dohányzott. Tehát kidődik már annak az a tétel, hogy ilyen csak és kizárólag a dohányzás okozhatja. Igen. A tüdőrák, ez nagyon érdekes. Mindenek van, tehát minden összetett, egy pár dologra rávilágítok, és akkor tudod, az egyéntől függ, hogy mit élt át, mik az úgynevezett perspektívája és az ő úgynevezett érzés emlékei. De az a lényeg, hogy a tüdő az a bánat és a szabadságnak a jele. Van egy árny, fényár, stb. Tehát amikor nagyon bánatosak vagyunk, nagyon-nagyon szomorúak, nagyon bánatosak, ezzel könnyű azonosulni, mert magyarban aztán szépen belesújkolták a bánatot, akkor a tüdő valamilyen szinten rendellenesség szinten ezt kimutatja. Honnan jön a bánat? Hát a veszteségi traumákból, a ki nem hevert veszteségektől, és minden veszteséget kitokolunk, őt, azt, a forrást azon keresztül a támadás megint ugye visszajön, mert mi része vagyunk a teremtő rajtunk, csak megnyilvánta, ez a lényeg. Amikor az ember felfogja, hogy a forrással szeparált, és ezt integrálni kell, és ezt a sok traumát megoldja, meggyógyul. A probléma csak azért van, mert ez a több tízezer szeparáció ez jelen. Tehát, és akkor mi a másik, a szabadságnak a jele. Na most rengeteg ember, ez azt hiszem, hogy ezzel beszéltünk veled is, a fiúknak ez egy adott szabadság kell, itt a motor, mindenki tudod, hagyjunk békén, ne szólj hozzá, mobil kikapcs, stb. És mi szabadok vagyunk, de csak azért csináljuk ezt, mert nem érezzük, hogy szabadok vagyunk. Ez egy kompenzáció. És ez onnan jön, hogy gyerekkorba, őskorba, valamikor a mi szabadságérzetünket, ezt a gyermeki ártatlan szabadságunkat megsebezték. Soha nem gyógyítottuk meg rendesen, és kompenzálunk. És akkor tudod, jönnek a Facebook mémek, hogy szabad vagy, fejezd ki, ma nem tudok kifejezni, el vagy akadva az ezer éves traumában. Jó. Vese Dagana. Ugye azt szeretik a vesét, azt mivel páros szerv, ugye párkapcsolati problémákra visszavezetni. Igen. Hát ugye pontosan ez így is van, de ennek
Az elmének nagyon precíz programjai vannak. Nem kéne, hogy így legyen, de külön számon fut a férfi, a nő és a teremtői energia. Minél integráltabbak vagyunk, annál inkább van az egység, és van az fölött a teljesség. A mesedraganat azt jelenti, hogy nem feltétlenül a mi életünkben, de a mi felmenő águnkban nagyon sok megoldatlan és durva konfliktus volt. Most ebben az a gond, hogy a legtöbb az, hogy én nem emlékszem rá, nekem jó életem. Nem mindenkinek, tehát azért van nekünk is, tudod, hozzáfűzhetni valunk. De a legtöbb, a régi mátrixi kapcsolatok miről szóltak? Na gyere, túléljük. Na, dobd ide ezért, tudod, a hányd a szénát, Marci, csinálj egy kis bablás, majd lesz, ahogy lesz. Ez nem szeretet. Olyan szeretet hiányban életünk, és csak a régvilágnak vége. Tehát az a lényeg, hogy az a rengeteg erőforrás hiányt, amit mi valami eszméletlen ügyes módon így evickéltünk ebbe a hiány tengerébe, hogy ezt vissza kell fogadni magunkba. A szeretetet, az erőt. Tehát a vers az igazándiból mi a szeretet hiány a másik nemnek, és sokszor a saját nemünknek egy utálata. Nem őt utáljuk, ez az ego. Hülye anyja, hülye apa, erre mondtam, magunkat utáljuk. És nem csak azért, mert az az energia minket is szimbolizál, mi bennünk van, hanem azért, mert az elme alsó réteg van egy olyan úgy hívjuk, hogy büntető mechanizmus. Van egy szadista aspektusunk. Édes, aranyos, kedves, barátságos, utazótársra keres. Szadista, büntető, férfi, jó? És az a lényeg, hogy amit mi nem szeretünk magunkba, arról nem vagyunk sokszor tudatosak. Tehát mondja, de nem szeretem, hogy kinéz, túl nagy ez, túl kicsi, tudod, de ez nem a lényeg, nem itt van. Onnan azért kell a tükör, mert amikor ránézünk a másikra, fú, ezt felhozott bennem valamit. És annak, mikor ismerjük a pszichológiát, akkor rájövünk, hogy mi az, ami bennünk el van nyomva. Minden elnyomás, hogy mihez vezet rákhoz. Itt van egy őzike az ablakom mellett. Eszméletlen édes. És jó, tehát, és így benézett. És nagyon fontos tud megtanulni a hiedelemvilágunkat és az árnyvilágunkat, mert az árnyunkat vagy kifejezzük, vagy elnyomjuk. Egyik se jó. Tehát ez a lényeg. Okay. Integrálni kell. Mi a helyzet, amikor a máj rákosodik el? Annak vannak áttétei. Tehát oda mindenki van egy nagyon precíz pszichológiája, vagy csak rávilágítok egyet, hogy a máj az mi? Mit jelent? A tisztítószerünk, azaz a dű és a haragtól való megszabadulásuk. Ez segíti elő. És az a baj, hogy a legtöbb ember micsoda bent, a 90%-nak egy düroha. Ez nagyon sok ősi történet, ez egy egohisztik, erre mondta egohisztik, de az a lényeg, hogy amikor erről nem tudunk, addig mi szenvedünk, addig fáj. Fizikai fájdalmak azok mindig a belső dürohamok. Tehát a májrák az az elengedetlen dühünk, de vannak olyan áttétek például, ami válások meg szakítások után vannak, és akkor azt tudja aktiválni ugyanúgy a májrákot. Uh-huh. Csak akkor megint mi az elengedetlen traumák. Nagyon fontos, és ezt elmondom, itt egy másik őzike. Nagyon fontos, ne haragudj, de annyira félelmetesen fantasztikus. Talán hogy... még szükség van ezekre az információkra szerintem. Tehát lehet, hogy nem véletlenül gyűlnek most az ablakod előtt. Ha lehet, hogy végre valaki kimeri mondani ezt a sok időt. És hol is voltunk, tehát a májrák, ugye, hogy nem bírja a szervezet már processzálni a fizikai síkon ezt a sok dühöt, a sok utálatot, ezt a szeretetlenséget, ezt a gyengeséget, ezt az áldozatságot, amit mi hiszünk. És előbb-utóbb belefárad a test, és kijelzi, hogy nem bírom tovább. Amit te mentálisan csinálsz, ez a cirkusz, nem bírom. Uh-huh. Jó? És akkor az a lényeg, még akartam mondani valamit, hogy ja igen, van olyan, hogy mikor már ezek a belső szervek, a vese, a máj, meg a tüdő már nem bírja ezt a fizikai szintű tisztítást, uh-huh. túl sok a
harag, a dű, meg a geny, tudod? És akkor azt mondja, akkor a bőr is előbb-utóbb kiüt. A bőr, mikor, mire már a bőr kiüt, addig az azt jelenti, hogy már a belső szervek már telítettek. A rossz programok, az elmei programoktól. Látod, ez egy nagyon fontos. Tehát mindig volt itt is, ugye itt Amerikában, itt azért már befutottam egy jó pár kört, hogy mondják, hogy az elme, meg a test, meg az elme egyesek, hogy ide, senki nem ért az elméhez. Ezen a földön négy emberről tudok, aki ért hozzá. Tehát nagyon-nagyon más síkon fut ez az egész. És most tehát vele azért jó sokat beszélünk, meg ezért kell az embereknek tudni, hogy a traumáid, a gyűlölköd, ezeket elkezded a felszínre hozni, meg fognak szűnni az igazi problémák. Nem lesz kellemes, erre mondtam, hogy a gyógyulás az nem fájdalomcsillapítás, de ha nem tesszük meg, akkor itt az új napkódok, a szolárkódok, és hogy benn vagyunk a fotonőben, nem fogunk tudni működni és normális maradni, vagy normálisnak maradni. Jó, még kettőt kérdezek, mert ugye nyilván ugye nem tudjuk most az összes rák típus felsorolni, de mondjuk még kettőt fontosnak tartok. Az egyik a csontrák, vagy a csontdaganatok. Oké, ezt most nem tudom fejből, de éppen most néztem egy vagy két hete, meg utána tudok nézni, az a lényeg, hogy a csont azt szimbolizálja, hogy a mi tartásunk. Na most ezt hol sebezhetődik ez meg? Hát, hogyha valaki azt mondja, hogy a fiam nincs tartásod, egy gyenge jellemű ember vagy. Ez az érzelmi megalázás vezethet oda, hogy az embernek csontrákja alakul ki. De csak akkor, ha elhiszi. Jó, ez a lényeg, hogy amit mi elhiszünk, és több tízezer rossz hiedelmünk van magunkról és a világról, addig mi azt szerint teremtünk. Jó? Ezért kell az integráció, mert mikor integráltak vagyunk, minden átfolyik rajtunk, mintha nem is történt volna meg, és akkor azt mondjuk, hogy jó, fiam, akkor elég, ne vetíts ki a saját vizédet, belső világodat, én vagyok, aki vagyok, és én szeretem magam. Jó? Tehát azt hiszem, hogy azt hiszem, de ennek vannak nagyon precíz apróságai, mert most fejből nem emlékszem. Jó. Jó, már ez is sokat segített szerintem. Az emésztőrendszernek, tehát a beleknek a daganatos elváltozásai mire utalnak? Beszéltünk múlt interjúunkban, ugye erről utálom a testemet, a Crohn's, azok a vékony belek, azok ez a megalkuvó, erőtlen, segnyaló részünk, tudod, hogy beszéltük, sajnos meg kell gyógyítani, mindenkiben ott van minden, és minden inkább ismert a receptet, annál inkább ki tudom magad húzni a csávából. Tehát az, ez a Stockholm-szindróma, ez az áldozat, aki átmegy jó indulatokba, közben gyűlölködik, közben akkor próbál jót teremteni, tehát ez a gyógyulatlanságunk, ez az. A vastagbél, ugye ez pedig az elengedésnek egy szimbóluma. Az annak a szimbóluma, hogy igazán, hogy folyt át rajtunk, az információ, hogyan integráltuk, vagy utasítottuk el, és ami ott van, az a rákos lerakadás azért van, mert az nem volt igazán elengedve. Tehát az egy gyűlölködő, utálatos, fájdalommal teli, támadó. Pillanatot kérek, jön mindjárt, te már segítettél sokszor ebben a szóban, vengeful, hogy vengeful. Ezt nem ismerem. Vengeance, vengeful. Na, az a lényeg, hogy ilyen összeesküvésre szövött belül, és támadunk. Tehát tudod, ez a Terminátorban is, hogy majd én visszajövök. Tehát az a lényeg, hogy tele vagyunk ilyenekkel. És ez annak már a sikertelen több milliószoros verziója. Minden gondolat, ami jön, azt meg kell oldani, semlegesíteni kell, meg kell tanulni a pszichológiát, és oda fogunk eljutni, hogy már nincsenek ezek a köröző gondolatok. Mindenki azt mondta, hogy tagad meg a gondolatot, az az emberiségnek ártott. Minden, ami azt mondták, hogy ne foglalkozz magaddal, az nem a tied, az hazugság, a tied, a te felelősséged. Lehet, hogy nem tőled ered, de ha megjelenik rajta, azt jelenti, hogy a DNS-en keresztül megadott. És amikor a vastagbélbe vannak ezek a dolgok, ez az elengedetlen, dürohamok, a meg nem emésztett dolgoknak ez a gennyes, meg is utálatos, és ilyen erőszakos, agresszív a megjelenés. Belül mi nagyon agresszívak vagyunk, ami nem lenne gond, de azok árnyaink. Jó? De az lenne, hogy nagyon erős az ember, főleg most, hogy mi a csillagmagoknak,
segítünk meg az emelkedőknek, tudod, ezt valószínűleg az üzenettől rengeteg elájulnának, de engem nem érdekel. Én mondtam az árnyalódásban, hogy én nem azért vagyok itt, hogy másnak a kedvé járnak, mentői mondták, hogy Isten igazságot beszélsz, lehorgonyozod a földet, és mész tovább. Szevasz, tavasz. Jó? Oké. Okay. Amikor áttét keletkezik, akkor ez azt jelenti egyértelműen, hogy akkor ott az áttét helyére vonatkozó traumákat is ugyanúgy kell oldani, és meg kell keresni? És Igen, annak igen. Nem véletlenül keletkezik ott áttét, ahol keletkezik. Igen, igen. Ez teljesen így van. Azért úgy örülök, hogy belecsináltam ezt a 14 traumatípust. Aki annak nem mestere, annak nincs kiút. Én azért mondtam, hogy itt vagyok, én segítek, de az a 14 trauma alatt ott van még rengeteg komplex trauma. A 14-nek a komplex verziója. És az átétek azt jelentik, hogy picit megvan oldva, de azért még tartsuk meg a dühöt. Nehogy már megbocsássunk anyukának. Ne, hát olyan, úgy megérdemli ezt a kis karikásostot. Puff! És akkor csak olyan messze megyünk, ez egy ilyen kontrollmechanizmus, hogy még azért beszóljunk egy kicsit. Lehet, hogy ez nagyon finom energiákon van, és ez mind a szívtörés traumájában van benne, és az a lényeg, hogy amikor erre rájövünk, hogy akkora őrült cirkusz folyik a fejünkbe, meg az egész elmény, és hogyha ezt elkezdi gyógyítani, akkor egymással elkezdünk röhögni, hogy te jó Isten, végre, de jó, végre. Nem kell cirkuszolni, hanem meg kell oldani a belső viaskodás. Mi viaskodunk magunkon belül. Jó? Tehát az átéteknek az a nagyon fontos, megvan a maga pszichológia, tehát minden egyedi esetre van egy kifinomult, egyénre szabható verzió, de minden átét az egy kompenzáció. Tehát ahogy az árnyainkat kompenzáljuk, tudod, ezt azért csináljuk, mert ez még elvaratlan. Ez azért volt itt, mert az elvaratlan. Ezt, mikor már belefáradunk, ezt is kompenzáljuk, mert ez elvaratlan. És amikor erre így rájövünk, hogy azért volt a májránk, mert már annyira erős az elhagyatottsági traumánk, és már annyira belefáradtunk a dühöngésbe, és már annyira nem bírjuk, tudod? És akkor ezeket, ha szépen visszabontod, egy pár óra alatt fel lehet oldani egy ősi traumát, és a test meggyógyul. Jó? Utolsó kérdésem maradt hátra. Mi van abban az esetben, amikor mondjuk valamelyik szülőm, vagy nagyszülőm, ugye valamilyen rákkal küzdött, el is vitte. Ilyen eset, de mondjuk ugye nem oldotta meg a mögötte lévő programokat, meg traumákat. Ilyen esetben örökölhetem-e én ennek a megoldási feladatát? Tehát, hogy kell-e tartanom attól, hogy mivel ott nincs megoldva, ezért jött tovább, és ha én se oldom meg, akkor bizony nálam is ki lehet. És ez így van. Ez így van. Nagyon sokan várunk örökséget, hogy majd ránk adják a házat, sokan ez, egy párnak bejön, soknak nem. A genetikán átadott dolgokat örököljük, akár tetszik, akár nem. Jó? Tehát ez ugyanaz. Minden megoldatlan cucc, azt megörököljük. És ez nem azért örököljük meg, mert ugye az ego azt mondja, hogy mert a teremtő, meg az Isten, meg büntet, meg tudod, legtöbb ember ez egy nagyon alsó ilyen hiedelem, hogy az Isten büntet, büntető Isten. Persze először, ó, nem, hát én nem francot, nem, olyan dühös az ember, olyan istente és olyan, hogy ha ezt az ember látja, hogy nem azért kaptad meg, mert valamit rosszul csinálta, hanem benned bízik az univerzum, hogy te találd meg a logikát, legyen annyi lélek jelenléted, és gerincességed, hogy ennek a kérésnek, tudod, kiállsz és megcsinálod, és feloldod az ősi traumákat. Úgy tudod feloldani az ősi traumákat, hogy meggyógyítod azt az embert, aki beteg volt. Hogyan tudod? Ugyanazzal a technikával, amit eddig tanítottam, neki mi hiányzott? Még mi kellett neki? Mi a pszichológiai annak a problémának? Meggyógyítod azt az embert, és a kvantum idősíkokon keresztül átterjed ránk a gyógyulás. Jó? Tehát az a lényeg, hogy mindenre van megoldás, csak nem a régi mátrixi legyengül erőtlen megvilágításból kell nézni. Jó? Jó, köszönöm szépen, Robi. Hát bombasztikus volt, amit most mind hallottam, és olyan egyszerűnek tűnik mindig, hogy jaj, de jó, tényleg, csak ezt kell megoldani, meg azt kell, stb. Igen. Hanem amikor odajött, hogy az ember feloldja, akkor mégis annyira borzasztóan nehéznek tűnik, és főleg, hogyha olyan traumákról van szó, amik, ha ez mondjuk
nincs emlékezetem. Tehát mondjuk tényleg olyan ősidőkből jön, Igen. vagy ősöktől jön, és egyszerűen csak az intuíció tud vezetni. Az Talán. bőven elég, Szonya. Tehát a nagy technika, amit sokan kérdeztek tőlem, ami benne van a kurzusban, nem kell történet hozzá. Hát nem kell az, hogy jaj, emlékszem, hogy 4 éves voltam, leestem a mászókáról, és akkor tudod, a hangyák rámasztak, és jaj, és akkor nem kell. Van egy energia, ami valamiféle rossz érzés hoz fel benned. Bum, innen mi hiányzik. És minél jobban ismered a pszichológiát, az energiát kell meggyógyítani, és a fizikum követi. Jó, tehát azt mondom, hogy ha van egy ilyen ős energia, nem emlékszem, nem tudunk emlékezni, mert olyan sok trilliárd apró részlet van, ami nem, valahol itt van, de fölösleges, csak magunkat fárasztanánk azzal, hogy ezután kutatunk, az energiát, ha meggyógyítod, és a benned feljövő ilyen diszonanciákat és metaforákon keresztül meg fogsz gyógyulni. És az az érdekes, hogy ezzel az ősöket is gyógyítjuk, ezt mondtam már többször, hogy amikor magunkat gyógyítjuk, 7 generációval hátra, 7-tel előre, mi vagyunk a 15-ek, gyógyítjuk az összes idősíkot. Ezáltal tisztel a kvantummező, ezáltal a rengeteg mások, tehát az embertársaink már nem kell ezt a sok szenvedőt, tehát már egy enyhébb csomaggal fognak küzdeni. Tehát ez egy olyan kollektív felelősség, amit az emelkedő emberre vár, amit eddig a Matrixban tudod, de ki pofán rögtek, ki rögt. Nem kell, be nem hiszek, mert mindig ezt csinálni kell. Ébresztő. Jó? Oké. Jó. Nagyon szépen köszönöm, Robi, én nagyon bízom benne, sőt hiszem, hogy nem csak számomra volt tudattágító ez a beszélgetés, hanem a kedves nézőink számára is. És Robi, neked nagyon szépen köszönöm az interjút, nektek a figyelmet, és jó gyógyulást kívánok mindenkinek. Ja, Robi, sziasztok! Szép estét! Szép estét!